Na hát akkor azt hiszem ennyi bemelegítőnek, a mai nap a bajnokság. Mindjárt megnézem, hanyadik kép. Halt hier die Karte. Na mach ja. Auf. Többiek is. Mintha Szenó is elindult itt a 4-es szekción, és Sanyi készülődik. Szenó pattog a öveket, szépen egyensúlyba hozta a motort, nem tette le a lábát. Még egyszer gyorsan, másfél percük van a versenyzőnek az adott szekció teljesítésére. Akkor még egyszer az újonnan érkezőknek, Sanyi. Itt ezzel a nagyon szép narancsárga Hondával. Egy négy ütemű 250 köptet, és ahogy szoktam mondani, Repsol Monténával. Magyar bajnokunk. Tavaly évben rendeztünk először Magyarországon bajnokságot. Ez egy hibapont, az nem baj, hogyha a versenyző kívül teszi le a lábát, csak a motor ne essen ki. Na onnan oldja meg valahogy. Inkább tedd le a lábad és úgy csináld, Sanyi, ez már úgyis hármas lesz. Ne vatakolj, mert itt van az időből. Ja, beide füße. Elég valahogy fel kéne rántani. Könnyű mondani. Ja. Zu weit links gekommen. So viel weiter rechts, dann geht's. A hibákat, csak hogyha nagy hibát vét a versenyző, akkor kapja meg az ötös. Meleg helyzet volt, és végig kell menni azon a hosszanti kövön, vagy tikván, vagy betonrögtön. Erre 320 köptet is végítem Serpo, csak álcázza. Mindenféle különben. A legolcsóbb motorsport, ezt biztosan mondhatjuk, lenne a második. Igen, hát ugye Tibi a magyar bajnokságba vezet. Zöldre, igen, már jó zöldre van, a legerősebb gombonal, és ahogy látom, hogy ilyen. Gyönyörű, nagyon szépen megtudott a hátsóhelyet,
lehet, segítsük Vitának. Ő volt a legjobb mondhatni a magyar bajnokságban, nemzetközi szinten. Most oldalról fel fog ugrani. Megkidobta, felkapart rajta. Nagyon jól kapadnak. Szépen visszafordult. Ja jó, ne. Közben nem lehet így izgul mellettem, hogy megrakta neki a helyet. Sanyi nagyon szépen felugrik. Konténer élén volt. A hátsó kereke. Első megy például a serv és a zöld közül a fehér versenyző. Az az összes pontszáma mellé plusz 6-ban.